Az álló tárgy állva marad, a mozgó pedig folytatja a mozgást, amíg egy külső erő nem kényszeríti változásra. Gondoljanak azokra a bátor férfiakra, akik az űrbe utaznak. Hogy is nevezik őket, kedves Betty? Asztronauták. Köszönöm. Gondoljanak egy asztronautára, távol a földi atmoszférától, légüres térben megpróbál eldobni egy labdát. A labda egyenes vonalban fog haladni, nem gyorsul fel, nem lassul le. Így halad az űrben örökre, azzal a sebességgel, amivel eldobták. Ha csak nem találkozik egy másik asztronautával és a teniszütőjével. Jól mondja, a labda folytatja a mozgást, nem áll meg, ha csak egy másik erő nem változtat ezen. Egy másik asztronauta egy ütővel, vagy az erős napszél, a földön kívüliek tüsszentése. De akkor a földön eldobott labda miért lassul le? Mert csúrlódik a levegőben, és ez lelassítja. Ezért választottam az asztronautát példának. Az űr ugyanis majdnem üres, és nincs csúrlódás, ami lassítaná. Nos, ahogy a második törvény világosan kimondja, a sebesség az erőhatás mértékével arányosan változik. Ha nagy az erő, a bevásárlókocsi felgyorsul, és hamar nagy sebességet ér el. Ha kicsi az erő, alig fog mozdulni. Ó, ne már! Ezért van az egész felhajtás! Ez a józan ész is elég! Nyugi! Én szeretném hallani! Értem, milyen egyszerű, barátom! A második törvény azt is kimondja, hogy az erő által létrehozott gyorsulás a test tömegétől függ, vagyis a súlyától. A megpakolt bevásárlókocsi, mivel nagyobb a tömege, nehézkesebben mozog és lassabban gyorsul. A harmadik törvényt gyakran a hatás-ellenhatás elvének nevezik. Kimondja, hogy egy tárgyra kifejtett erő vagy hatás azonnal ugyanakkora ellentétes irányú erővel került kapcsolatba. Az ellenhatás mindig a tárgyat ért eredeti hatás következménye. Például, ha a béka el akar ugrani, a lábaival nyomja a talajt. A talaj ugyanekkora erővel válaszol, ezért ugrik.